Sziasztok! Én Kőszikla vagyok, ez pedig itt a Kőszikla YouTube csatorna, ahol ma bemutatok nektek egy nem boxing videót. Igen, jól hallottátok, nem boxing. Ugyanis én nem értek egyet ezzel a kicsomagolós dologgal, persze ez öröm, de én úgy gondolom, hogy ez az nekem a saját örömöm, amikor én kicsomagolom a dobozból a videót, és az nem az a pillanat, amit le akarok filmezni. Ezen túl pedig szerintem semmi, de semmi érdekes nincsen abban, hogy teszed be a memóriakártyát, hány madzagot adnak hozzá. Amikor kinyitottam, láttam például, hogy van benne kettő. Azt se tudtam, mi van hozzá két madzag. Tehát most mit tudjál hozzászólni kicsomagolás pillanatába? Szóval én már ezt a kicsomagolás pillanatát átéltem, és a nem boxing videó pedig a lényegről fog szólni, amit én meg szeretnék nektek mutatni, az pedig az, hogy a jövőben ezzel a kis kamerával fogom nektek készíteni a videókat, úgyhogy remélhetőleg jó hang és videó minőség lesz ezen túl, nem pedig amiket korábban láttatok. Na, hát az első benyomásom a kameráról az, hogy egy műanyag gagyi szar, de ebben a márkában ez volt a legolcsóbb, még számomra elfogadható, megbízható, jó minőséget produkálónak tűnő kamera. Hogy aztán ez így lesz-e, azt nem tudom. Ez egy Sony XC240-es. Ami tetszik benne, hogy nagyon könnyű. Tehát nincsen már az, mint hopp, le fogok merülni, a franc megeszi. Feltöltöttem a telefonom, és ott tartottam ugye, hogy azt tetszik benne, hogy nagyon könnyű, nagyon pici akkumulátora van egyébként. Ezt megmutatom nektek, itt fölnyílik. Egy kicsit vastagabb, mint egy mobiltelefon akkumulátor, de súlyra, meg milliamper órára nem nagyobb. Ugye? Nincsenek benne mozgó alkatrészek, nincs benne mechanika. Az összes mozgatás, ami van benne, az annyi, hogy belül mozgatja az objektívet. Ez is egyébként ránézésre tiszta műanyag az egész. Csodálkozok rajta, hogy képes egy ilyen valami HD minőségű videót kreálni. Na mindegy, lényegtelen, ha ilyen, hát ilyen. Ami még nekem nagyon hasznos, hogy az alján van csatlakozója, úgyhogy az állványomra rá tudom tenni, és tudom filmezni majd vele a méheket, a kaptárbontást. És ami még itt érdekes az, hogy én nem tudom nektek, hogy van a fényképezőtöknek az alján, de itt úgy van ugye, hogy van egy csavarnak a hely, meg van itt egy lyuk rajta, ami az adapteren lévő pücű, egy ilyen rogós pücűje van neki, ami ide bepattan, és én úgy gondolom az arra való, azt gátolnám meg, hogy elforduljon rajta a kamera. Most ez nekem az állványomon pont az ellenkező irányba néz. Tehát, hogyha ráteszem úgy a kamerát, hogy a pücű bepattanjon ide a helyére, akkor az a kar, amivel fognád innen mögül és irányítanád, hogy merre nézzen a kamera, az előre áll. Mindegy, lényegtelen apróság, a pici nem lesz bepattintva, akkor se számít, mert húzdak az egész, tehát ez nem fog számítani, hogy nem pattam be azzal a csavarral, olyan erősen meg lehet húzni ezt a kis kamerát, hogy ez úgy marad, ahogy beállított. Van neki itt egy csatlakozója, és hát, mit akartam még róla elmondani? Ja, ami még tetszik az, hogyha kinyitom ha kinyitom neki ezt a betekintő ablakát, vagy mi a francnak hívják, akkor azonnal bekapcsol. Nem kell nyomni még egy bekapcsoló gombot. Külön szól, ez egy figyelmeztető ablak volt, hogy nem nyitottad ki az elejét. És amire még nem is gondoltam, de tud ilyent is, hogy el lehet fordítani lefelé irányba is ezt a betekintő ablakot, és hogyha egy rendezvényen vagy,
rendezvényen vagy fejed fölé tartod, akkor látod, hogy mit veszel, akkor is, hogyha te nem látsz előre. És a legfontosabb, ami miatt ilyen kamerát szerettem volna, és nem sportkamerát, holott mindenki ajánlotta nekem az olcsó sportkamerákat, de egyszerűen az nekem nem jó. Arra célra, amire én használom, az az, hogy amikor magamat veszem, akkor előre fordítva a képernyőt, így látom benne magamat. Ez az, ami nekem nagyon fontos volt, ezért kellett ilyen kamera. És megvan a kamera. Végezetül még szerettem volna megköszönni a sok segítséget, amit barátoktól kaptam. Volt, aki például azt mondta, hogy egyenesen ad nekem egy GoPro-t, csak ne kilódjak már ezekkel a szar felvételekkel. De ugye a GoPro-val ugyanaz a baj, hogy előre vesz, és nincs előre néző, hát ez a kihajtható ablak, amin keresztül látod, hogy mit vesz a kamera. Teljesen haszontalan, ugyanazt el kellene vele játszanom, mint egy mobiltelefonnal, hogy próbafelvétel, megnézed, hogy benne vagy-e, nem vagy benne, állítasz egy kicsit az állványon, fordítasz a kamerán, megint próbafelvétel, megint beülsz, hogy látszol. Szóval nagyon-nagyon időigényes beállítani rendesen, még egy ilyen kamerával simán beállítom magamra, és látom, hogy jól ülök-e benne, hogyha leülök éppen, és akkor csak annyi, hogy ide jövök a hátuljához, elindítom a felvételt, kész veszi. Szóval, gyerekek, öröm és boldogság, megvan a kamera. Úgyhogy köszönöm a barátoknak, végül is nem jött össze, nem volt ilyen senkinek kölcsön, hát ugye nem olcsó egy ilyen, mondom, ez a legolcsóbb volt a Sonyból, amit vettem, és ez egy 50 ezer forintba került, úgyhogy a legolcsóbb helyen vettem, ahol kapni lehetett, egyébként több. És még a memóriakártya is, egy 32 gigás memóriakártyát vettem bele, az még 10 ezer forint, tehát érthető, hogy ilyenje pont kölcsön nem volt senkinek. Szerintem nekem se lesz úgy használtan kívül, hogy én ezt kölcsön adjam. Előbb történik meg, hogy inkább eladom használtan, és akkor veszek egy újabbat, hogyha lesz rá igény. De azért köszönöm szépen még egyszer a barátaimnak, hogy próbáltak segíteni. Na hát ennyi nem unboxing videó. Azt hiszem elmondtam mindent, amit szerettem volna. Sziasztok!